Sziasztok! Kristóf a Kockás Ember. Ez pedig nem más, mint a pénteki chat. Majadásban folytatom az előző héten elkezdett nyári készlet bemutatását, illetve érkezett pár izgalmas hír is a héten, úgyhogy azokat is megemlítem. Szerintem kezdjünk is bele. Kezdjük mindjárt a kicsikkel, vagyis a polibegekkel, ugyanis bár rengeteg poliveket kaptunk az idén, de nyáron is érkezik még hozzá plusz négy különböző témákban. Kezdjük egyből a city sel ami értelmszerűen a farm témában kapjuk meg. Ez szerintem az egyik a legjobb farmos ilyen készlet, hiszen, mint látjátok, van benne egy madárjesztő, egy figura, illetve kapunk hozzá egy nyuszit, illetve pár terményt. Ez zseniálisan szerintem jól ki tudja egészíteni a farmot, vagy akár egy különálló szerként is megállja itt. Aztán ott van a kreátor, ahol ismét kapunk egy vonatot, ez már azt gondolom, hogy a harmadik ilyen vonat, de ennek most már külön kocsija is vannak, tehát ez egy szintén nagyon jó kinéző, kicsit egyébként karácsonyi hangulatot idéz. Aztán jön a klasszik vonal, ahol a 90-es éves megemlékezést folytatják tovább, mint látjátok, itt most éppen autókkal, úgyhogy kis autókat kapunk, és végül jöjjön az utolsó, nem más, mint a Harry Potteres, ahol igazából Dumbledore segítségével maguk tudjuk felépíteni a Roxfortot különböző formában. Ahogy azt megszokhattuk már, ezek a poliberek ilyen 4 euró, vagyis olyan durván 1500 forint körül lesznek, úgyhogy érdemes lehet beszerezni, meg hát persze aztán gondolom egyszer az osan leakciózza úgyhogy azt érdemes kívánni, ha aki be akarja szerezni. Na de maradjunk a Harry Potternél, és menjünk át a következő témára, ami nem más, mint a Big Heads, és ebből ki is már, hogy egy Hatch, vagy most vagy egy Harry Potteres es készletet kapunk. Itt látjátok, nem más, mint a Roxforti egy része. Ezt, mikor kitettem a Facebookra, nagyon szerettétek. Jönnek az adatok, ez a 40.560-as készlet lesz, 601 elemből fog állni, és 40 euró lesz az ára. Ugye az ár, ha mindenképp meg kell mutatni, hogy egy négy figurát kapunk egyből, tehát nem meglepő, hogy egy kicsit talán magasabb át látunk itt, mint megszoktunk. De ugye ezen kívül is érkezni fog majd Harry Potter készített nyáron, de ezt már talán kettő adásban megmutattam nektek mindent, úgyhogy azt már most újra nem tennék ki. Kell menjünk át a következő témára, ami nem más, mint a doc, és igen, nagyon ritkán szoktam doc készletről beszélni, viszont most nyáron jön már nagyon érdekes fejlesztés, illetve készlet, amiről mindenképp szeretnék megemlékezni. Ilyen az egy következő karkötő, ami nyáron fog megjelenni, és én fegyegőnek hívom, de szóval ilyen kis ráakasztató szíveket kapunk hozzá pluszban ez 7 euróba fog kerülni, és a 41953-as számon lesz elérhető. Aztán jön a következő, ahol egy ruhára varható, rugalmas alaplapot kapunk, és erre lehet rátenni a különböző formákat. Ennek a száma a 41955-ös, és szintén 7 euróba fog kerülni. És végül jön egy képkeret, ami mindig szokott lenni képkeret a Dolc de nekem ez igazából most ezt tetszik a lehető legjobban. Főleg úgy, hogy plusz funkciók is vannak benne mutatom is, ugye ezek a jégkrémes képkelet, ugye három jégkrémet lehet egymást tenni, és ami plusz funkció az az, hogy az égkém szájra rá lehet akasztani dolgokat, hogy ezt látjátok a képeken is, tehát ez egy ilyen nagyon kis izgalmas készletnek ígérkezik. Ennek a száma a 41956-os, 474 elemből fog állni, és 30 eurót kell majd érte leszurkolni. És mi maradjunk egy kicsit a csajos témakörnél, ugyanis jön a Friends, ahol két készletet emelnék ki, ennél sokkal több lesz, de én inkább, hogy csak kettőre helyezném a hangsúlyt. Az egyik készlet hozza magával a modulális, valamint a kicsit babaházas világot, ugye ezt látjátok a képeken is, illetve még egy plusz funkciót vissza a tervezők, ez még nem más, mint a doc világa. Ha ránéztek a ház oldalára, akkor ott látható, hogy a szokásos ilyen docos dologból lehet kitenni képeket. Eleve maga a készlet is egy iskola, méghozzá művész iskola, azt tudjuk megépíteni. Nézzük az adatokat, ez a 41 711-es készlet, 844 elemet fog tartalmazni, és 70 euró lesz az ára. A másik készlet pedig szintén iskola, de ez most a színháziskola, ami eleve nagyon jól néz ki kívülről, és ha jól megnézitek, akkor ezt ki lehet, no, akkor feltárul előttünk a teljes színház színpaddal, páholyjal, széksorra, tehát minden megtalálunk, ami egy színházba kell. Szerintem ez szintén zsinálisan sikerült. Nézzük az adatokat hozzá, ez a 41 714-es készlet. 1154 elmet fogunk kapni hozzá, és 100 euróba fog kerülni. Na de ne csak csajos témák legyenek, jönnek is kis Ninja Go, ahol nagyon masszív 9 készletet fogunk kapni. Ebből az egyik, ha már a nyár elején látott dizájnt hozza annak a világát, ez egy 4 pluszos készlet lesz, benne egy kisebb sárkánya, motorral, különböző épületelemekkel. A száma 71759-es lesz, 161 elemből fog állni, és 40 euróba fog kerülni. És hogy jön a maradék 8, ami viszont egy új altém lesz a Ninjagon belül, ez nem más, mint a Kristál királynak a birodalma. És itt ugye megkapjuk a sima Ninjagoinkat, mint jó fiúk, illetve lesz Kristál király és az ő rossz fiúi. Mindenképp érdemes hogy a képeket, figyelni a figurákat is, mert szerintem nagyon jól néznek ki, főleg a Pistel királynak az emberei. Na de nézzük a készleteket, kezdjük a kisebbről a nagyobb felé, ami egy motoros készlet, méghozzá 71 768 as készlet, 137 elemmel és 20 eurós ára. Aztán persze kapunk egy kocsit is, ami a 71 769-es 384 elemet fog tartalmazni, és ez már 45 euró lesz, amiben négy figura is beletartozik, Természetesen repülősen maradt ki, ez a 71 es készlet, 258 elemmel, három figurával, és ez csak 30 euró fog kerülni. Aztán lesz egy sokkal nagyobb négykerekű járgány, ezt már talán egy kicsit túlzás kocsinak hívni. Ennek a száma 71 773-as, 624 elemmel és 7 figurával. Az ára ehhez mérten 85 euró lesz, úgyhogy ez már tényleg egy nagyobb készlet. Na de természetesen nem maradunk sárkány nélkül sem, hogy az is érkezni fog még hozzá, teljesen arany színben ez ezért. Nagyon jól néz ki, három fejjel, tehát egy igazán kis ütős kis sárkány. A száma 71774 es 989 elemmel, 9 figurával, és igazán borsos 140 eurós ára. És jön az utolsó jófiús készlet, hiszen ugye ezek itt mind a jófiúk voltak, ami nem más, mint egy robot, a 7175 ös 1003 elemből fog állni. Ennek az ára 120 dollár, tehát nagy eséllyel, 120 euró körül lesz. És akkor persze, hiszen új altémáról beszélünk, így vannak rossz fiúk is, ez, ők két levet kapnak. Az egyik az a Kristálkirálynak a temploma, aminek a száma 771-771-es, 703 elemmel és 6 figurfigurával, 80 eurós ára lehez mérten. És van a nagyobbik, ami szerintem talán az izgalmasabbik, ez pedig maga a Kristálkirály, bár én azt gondolom, hogy inkább ez csak egy robot, hozzá, mert hiszen a templom az egy kicsit hülyén passzolna, de ennek a száma 71772-es, 723 ből fog állni, 8 minifigurával, és 60 euróba fog kerülni. És ez lesz a Ninja gold de evezünk nyugodtabb vizekre, és jöjjön a Disney, ugyanis a 4 pluszos kategóriában folytatják tovább a mini, illetve Mickey a kis készleteit de ezt ugye tavaly már láthattuk, hogy különböző témakörben adják ki a készleteket, és megkapjuk mellé a különböző szereplőket, ugye itt jelent meg először Pluto, meg Goofy, illetve Donald Kacsa is itt jelent meg, szóval ez egy nagyon jó sor, főleg azoknak, akik gyűjtik a Mickey Egeres figurákat, hiszen itt a ruhák is különböznek, de annak is jó lehet, aki csak a különböző testrészeket, festett elemeket szeretnék használni, úgyhogy nézzük, hogy ebben az ez a nyáron mit tartogat nekünk a LEGO. Az első nem más, mint egy lakókocsis készlet, itt ugye Plutót kapjuk majd extrában, a lakókocsi ugye egy 4 pluszos készlet, ez miért nem egy végtelenül bonyolult. A számát tekintve ez a 10777 es 103 elemmel és 20 eurós ára. Aztán egy nagyobbik készlet, ami a vidámpark lesz, itt a Gufi az extra figura. A száma a 10 778-es, 181 ember és 30 eurós ára és végül a legnagyobb készlet, amit talán ebből a szempontból legizgalmasabb, hiszen egy középkori várat kapunk, ahol még egy épített sárkányt is tudunk kapni. A számlának a 10 780-as, 215 elemmel és 50 eurós ára, itt a kacsákat kapjuk extrában. És ezzel végére is értünk ugye a múlt héten bemutatott készleteknek, de ezen a héten sem maradtunk készletbemutatás nélkül. Ezek közül a gízai piramis az egyik, ami nagyon izgalmas, ugye az architecture témakörben, amit abban az állapotában látunk, ahogy annak idején 4000 évvel ezelőtt megépítették, ezért van rajta olyan sok fehér, hiszen annak idején mészkővel burkolták a piramist. Rengeteg érdekessége rendelkezik a készlet, hiszen nem csak a piramis kapjuk meg, hanem ott van a lábánál a nílus, valamint kisebb piramoskat épeket kapunk hozzá pluszban, tehát ez egy nagyon kis ötösen ki van találva. De viszont ha megfordítjuk a készletet, akkor kiderül, hogy igazából ez csak egy fél piramis, ami lehet fájó pont, vagy akár vehet valaki két készletet, és akkor ezt tudja illeszteni, bár aztán kicsit bután nézne ki. Minden esetben megfolytjuk, akkor láthatjuk a belső kamerarendszert. Ez nagyon jó ki van találva, hogy ez is fel van tüntetve rajta. Illetve, hogyha levesszük a piramisnak a külső felét, akkor pedig abban az állapotában fogjuk látni a piramist, amikor építették, és szépen meg van jelenítve az a módszer, ahogy felépítették a piramisokat. Úgyhogy egy ilyen nagyon multi funkciós készletet kapunk, ahhoz képest ez egy sima architecture készlet. De nézzük az adatokat hozzá, ugye a száma 21.058-as, 1476 elemből fog állni, tehát nem lesz egy kicsi, viszont az ára ehhez mérten eléggé borsos, lett, hiszen 101 euró, ami durván 57 ezer forint körül fog mozogni. Hát öm, azt gondolom, hogy ez elég nagy szülő lesz, hogy ki fogja megvenni, de tény, hogy a Lighter mindig is a, inkább a felnőtteknek szóló készlet volt, de jön a legizgalmasabb készlet, amit a héten bejelentettek, ugye ez nem más, mint a Optimus Prime a Transformers-ből, ugye a nagy kedvenc mindenkinek. Tennap jelentek meg a hivatalos képei, de már egy nappal korábban láthattuk, hiszen egy kis és révén egy-két review korábban jött ki. Na de nézzük, hogy igazából mit tud ez a készlet. Ugye rendesen meghagyták a funkcióját, hogy át tudjon alakulni robotból rendes autóvá. Persze megvan a maga sutasága így ránézésbe egyből látjuk, de azt gondolom, hogy én igazából nem láttam még olyan Transformers játékot, ami tökéletesen hozta volna mind a két funkciót. De ez persze majd ki fog derülni a review ból mindenesetre nézzük az adatokat. A száma 10302-es, 1508 elemből fog állni, és 170 euró az ára, tehát ez sem szépen olcsó. Mindenesetre valaki minden be akarja szerezni, akkor június 1 ezt is meg fogja tudni tenni. Na de már pénzköltésről beszéltünk, akkor jön még egy pénzköltés, hiszen végre valára hosszú várakozás után kikerült a hivatalos dálpong, hogy mikor nyílik meg a harmadik kör a BrickLink Designer programban. Ez jövőjét kedd lesz, tehát 17-e, és este 7 órakor nyílik meg a lehetőség az előrendeléshez. Betettem a linket a videó alá, már tudjátok nézni, hogy pontosan miket, fognak, miket lehet megvásárolni, vagy hát előrendelni, milyen árakon, hogy ott szét tudtok nézni. A képeket itt látjátok közben. Ezek a opciók, én szerintem majd az étteremre fogok lecsapni, de azért megnézem, hogy még mi lesz izgalmas. De egy biztos, hogy brutális árakat kapunk ezek a készletekhez. Talán kicsit itt is túlzásba itt minden mint ahogy a nagyjából Legonász, nagyjából van minden. Na de még egy izgalmas dolog lesz a jövő héten, az pedig nem más, mint hogy kapunk egy új ajándékkészlet jövő hét kezetétől, tehát 16-ától. Ez nem más, mint ugye az űrrel kapcsolatos IDs nyereményjátékon nyert készlet végre megjelenik rendesen hivatalosan is. Ez nem más, mint ugye a papírdobozba készített űrhajó, szerintem zseniális. Én is erre szavaztam volna az első helyzetként, mert nagyon jól sikerült. A fájó pont viszont, hogy 160 eurónyit kell elkölteni ahhoz, hogy megkapd ajándékban a LEGO oldalán. Azt gondolom, hogy el fog érkezni ez a Magyar LEGO a illetve a is, de onnan még nem jött hivatalos info, vagy hát nem került, nem tették ki hogy lehet majd elérni, mi az összeghatár, úgyhogy kíváncsian várom. Még egy, hát nem hívnám pletykának, mert azért elég tényleges képet kaptunk, ugye ez nem más, mint az augusztusban megjelenő következő 1.8-as Technik kocsi, vagyis a Ferrari Daytona SP3-as, ami érdekes módon valahogy kikerült valami promóciós anyag révén, és így láthatjuk az oldalt, illetve a hátulját. Szerintem nagyon jól került, én nagyon kíváncsian várom, hogy hogy fog kinézni teljességében de mivel a augusztus 1-én fog megjelenni, ezért még a hivatalos képrekre bizony sokat kell várnunk, szerintem nyár közepén fog befutni. De minden esetre már egy elképzelésünk, egy jó nagy elképzelésünk lehet arról, hogy hogy fog kinézni ez a kis kocsi, és bizony tetszetős, legalábbis nekem az. No, de nagyjából ennyi lenne ez a mai adás. Én nagyon remélem, hogy mindent el tudtam nektek mondani. Az izgalmak úgyis majd csak júniusban érkeznek, hiszen a nyár végig készülnek is lassan fognak jönni. Én azt gondolom, hogy hivatalos képek, most június a július magasságába, tehát nem lesz nyugtunk, főleg úgy, hogy már az első fél év is igen-igen erős lett, tehát hogy a LEGO nagyon belehúzott ebben az évben ahhoz, hogy az összes pénzt kivegye a pénztárcánkból, de írjátok meg komolyan, hogy ti mit gondoltok erről, mert szerintem tényleg nagyon erős év eddig az idején. És akkor ezzel zárnám is a mai adást. Ne el feladkozni, el felatkozni, lájkolni, illetve kommentelni, illetve tudtok támogatni, és a szokásos módokon. A következő adásig, ami természetesen hétfőn lesz, mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!